A koronavírus járvány terjedésének megakadályozása érdekében hozott döntések és intézkedések Bonyhádi Sportcsarnok életében is, illetve Bonyhádi Sportcentrum életében is meghatározóak. Ugye ilyen jelenséggel eddig senki nem találkozott, ezért nekünk is nagyon nehezek ezek a napok. A Bonyhádi Sportcsarnok, mint a Bonyhádi Sportcentrumnak a bázisa, ilyeténképpen nagyon nehéz időszakot él meg, hiszen ugye mi otthont adunk egyrészt a Bonyhádi Általános Iskolásoknak tanóra keretében testvenelés óra eltöltésére, illetve az egyesületeket is valamilyen szinten irányítjuk. Ugye amikor a miniszterelnök úr március 13-án bejelentette azt, hogy tantermen kívüli oktatás lép életbe, akkor mi már tudtuk azt, hogy gyakorlatilag ezzel a Bonyhádi Sportcsarnok be is zárhatja a kapuit, hiszen ugye a délelőttöket egészen 2-3 óráig minden nap a Széchenyi tölti el nálunk, és ugye akkor itt volt meg mellette a kosárlabda egyesület is, akinek szintén az MKOS bejelentette azt, hogy nem folytatódnak tovább a bajnokságok, ilyeténképpen edzeni sem kell tovább. Úgyhogy nehéz helyzetben voltunk. Polgármester asszony látogatási tilalmat rendelt el a közművelődési intézmények mellett a Bonyhádi Sportcsarnokban is, úgyhogy gyakorlatilag március 16-a óta üresen áll az intézményünk. Ez arra volt jó, hogy nagyjából kitakarítottunk mindent, rendbe raktunk olyan dolgokat, amik esetleg eddig elmaradtak. Úgyhogy jelenleg itt állunk, üresen áll a sportcsarnok, és várjuk azt, hogy a járvány levonulta után újra a birtokba vehessük az intézményünket. A Bonyhádi Bölcsőlabdarúgó Klub életében is egy nagyon nehéz időszakot élünk meg, hiszen a játékosaink is, nem csak elsősorban a felnőtt játékosokra gondolok, utánpótlás játékosaink is tisztességgel felkészültek a téli időszakban, a felkészülési időszak alatt a bajnokságra. Ez gyakorlatilag egy mozdulattal elvágta és keresztül írta az élet, és elvágta az MLS. Gyakorlatilag ugye minden egyes olyan sportesemény, illetve bajnokság beszüntetése került, ami eddig ment és zajlott. Ugye csapatjátékról, csapatsportágról van szó. Az első héten én is csak kerestem magam, és nem tudtam, hogy mit csináljak magammal. Tehát otthon ültem, amikor edzés kellett volna tartsak, akkor éppen otthon nem tudtam magammal mit kezdeni, és gyakorlatilag ez a játékosoknak is egy nagyon furcsa helyzet, hiszen amikor edzeni kellett volna, akkor éppen otthon ült, és a szervezete hozzászokott ahhoz, hogy már pedig neki edzeni kellene. És ugye gyakorlatilag mi január közepe óta azért készültünk, hogy megvédjük a bajnoki címünket, amire úgy néz ki jelenállás szerint, hogy most nem lesz lehetőségünk. De természetesen nem csak a sportolók vannak nehéz helyzetben, hiszen ez az egész világot megmozgatja most ez a probléma. Így Magyarországon is mindenkinek ez egy nagyon nagy gond. Úgyhogy én arra kérek mindenkit nyomatékosan. Tudom, hogy már számtalanszor megkértek erre mindenkit, és mindenki, aki egy kicsit közszereplő, az már elmondta a véleményedet. Tényleg annak érdekében, hogy minél előbb vége legyen ennek az egész szituációnak, minél előbb legyünk túl rajta, mindenki maradjon otthon, és együtt próbáljuk megoldani ezt a nehéz kérdést. Ha valakinek esetleg szüksége van segítségre, a BVLC felajánlotta azt, hogy ha az idősek esetleg nem tudnak elmenni bevásárolni, nagyon szívesen megoldjuk a bevásárlást, ha esetleg gyógyszertárba kell menni, csak egyet kérek, hogy mindenki maradjon otthon, és a lehetőség szerint ne húzzuk tovább ezt az egész helyzetet, hanem próbáljunk minél hamarabb túl lenni rajta. A testnevelés órák is digitálisan történnek a jelen helyzetben, és a tanárok kreativitásán múlnak a dolgok. A heti rendüket leírják, ott is az egészséges életmódra koncentrálnak, otthoni mozgásokból is van lehetőség. Egy picit néha viccesen és kreatívan kell fölfogni a dolgokat. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy legyen egy heti rendje a gyerekeknek, mert azt tapasztaltam, hogy sokan most ebben a helyzetben például 11 délig alszanak, hogy legyen meg az, hogy mikor kelnek, fogatmosnak, reggeliznek, mennyit és mikortól mennyit tanulnak, mennyit tudnak mozogni, és természetesen az egészségügyi fontos dolgokra is figyeljenek közbe. Nagyon sok szülői segítség kell a tanuláshoz. A középiskolások sokkal önállóbban, felelősségteljesebben kell most teljesítsenek, és most is azt kérném tőlük, hogy próbálják meg
ezt az időszakot átvészelni. Látjuk, érezzük, hogy oda teszik magukat, de figyeljenek oda, hogy ez nem egy szünet, hanem ez egy iskolai tanítási napoknak megfelelő időszak. Mindenkit szeretnék ebben a nehéz időszakban arra kérni, hogy vegye komolyan a kialakult helyzetet és próbáljon otthon maradni. Szeretném megköszönni azoknak, akik sajnos nem tudnak otthon maradni és azért dolgoznak, hogy nekünk jó legyen. Kitartást a szülőknek, diákok, tudjuk, hogy nehéz a helyzet most, de látjuk, hogy iparkodtok. Ti is nagyon felelősségteljesen kell gondolkodjatok. Szeretném megkérni az idősebbeket és a betegeket, hogy semmi esetre ne hagyják el otthonaikat. Vigyázzunk egymásra, nagyon fontos, hogy összetartsunk, és minél hamarabb jöjjünk ki ebből a nehéz helyzetből.